Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, elhoztam nektek az arany mágikus Lenormand kártyákat, látjátok? És ezzel fogunk egy kirakást rakni a mai napon a szerelmedre, és megnézzük, hogy mi az ő terve. Koncentráljatok, mit kell tényleg, hogy tudjatok. Koncentráljatok, mi a bevezető, mit kell tényleg, hogy tudjatok. Hát azt ad, hogy ő itt nagyon be van indulva, valami nagyon be van indulva, lehet, hogy tervez valamit lelkileg, hogy valamit szeretne, hogy létrejöjjön, azt is látom, és én azt is látom, hogy vágyik te rád, és érzi ezt a távolságot most per pillanat te tőled. Én úgy gondolom, és ez egy óriási nagy kihívás neki, meg hiába ő küzd még magával, mert ez a távolság játszik itt egy óriási szerepet. Hát mit látok én itten? Itt titokban látok dolgokat, igen. Hát ő titokban figyel tegnap is, és vonzódik irántad nagyon, és én azt látom, hogy szeretné, hogyha itt beteljesülnének a dolgok, hogyha itt kisütne a nap, és ezzel valami létre jöhetne. Hát remélem ez tetszett neked, ha tetszett, akkor most maradj velem a videó végéig, mert most ki fogom rakni az egészet. Hogy kicsit mélyebben belenézzünk ezekbe a dolgokba. Mi is lesz az ő terve? Hát, mit látok én itten? Új, de mennyi cifrala. Hát én azt látom valójában, hogyha ezt megnézem, hogy hát itt egymásra néztek valójában, látod karmikusan, de itt a kígyó közöttetek. A kígyó az tényleg másik nőt is szimbolizálhat ebben a per pillanatban. Te teljesen belenézel abban, hogy szeretnél tényleg erőt venni magadon, és valamit elengedni, transformálni, hogy meggyógyuljon. A hűség, itt valami blokk van közöttetek, ilyen gyors változás is van, ilyen, hogy hirtelen, hát lehet, hogy fejezem ki magamat, transformáció, a gyógyulás. Most lehet úgy érzed, hogy ő nem hű te hozzád. Te hirtelen beteljesülnek is, bejönnek a dolgok, és én úgy látom, a vonzó energia itt van közöttetek. Ő pedig úgy látom, hogy a szerencsére néz a szerelemben, szeretne egy új kezdetet, hogy ez romantikusan legyen közöttetek, és szeretne tényleg döntést hozni, egy irányt változtatni, és itt az univerzum is játszik egy szerepet, és én úgy gondolom, hogy itt van még egy ilyen felismerés, bölcsesség itt a hold
Szóval, hogy a holdon keresztül lehet, hogy ez az új hold is játszott egy szerepet, hogy felismertél a dolgokat. Lehet, hogy részt vettél a rituálén, az is játszhatott egy szerepet. Na most nézzük, nagyon érdekel, hogy megy tovább nála. Hát ő nagyon szeretne megérkezni és megtalálni azt a kulcsot, amivel tényleg ő hazaér, hogy azt mondja, hogy hú, ez megvan, ez szuper most. És itt vannak ilyen dolgok, hogy most egy kicsit, hogy fejezzem ki magamat, hogy egy kicsit azon törje az eszét, hogy is közeledjen, hogy mit is írjon neked, ha jön. És ez ilyen karmikus, igen, ez egy ilyen karmikus lecke, de lesz is ebből valami, mert én úgy látom, hogy a torony ez fejlődni fog. Én ezt látom, és nyilvánosan vágyik érted, és szeretne veled egy kapcsolatot. Hát én azt látom, hogy fog alakulni, hát nálad, úgy látom, hogy rejtve valami van gát benned, hogy azt mondod, hogy ez nem lehet, ez nem szabad, hogy létrejöjjön, valami gátol tégedet, lehet valami kígyó, lehet ez a gát az a kígyó, lehet pont ez a nehézség az, hogy vannak valami negatív gondolataid, és ez távolít el téged őtőle, de amott a másik oldalon pedig nagyon vágysz rá. Nagyon vágysz rá, lelkileg is szeretnéd a közeltséget, hogy ez beinduljon, szerintem azt is szeretnéd, szerintem azt is, hogy ez az új kezdet létrejöhessen, és szerintem ezen, ez téged terhel is, ezen törötte most per pillanat a fejedet, hogy is fogna ez létrejönni. Hát ő nála itt a kulcs, a megoldás, most a nálad pedig a titok, lehet, hogy titokban írsz neki egy levelet, az is lehet, hogy titokban írsz neki egy levelet, és egy szerelmi levelet, nem is akármilyen levelet, és az ő terve, pedig ha kérdezzük meg még, hogy micsoda is az ő terve, vagy mit érez irántad. Nézd, van neki egy titka, valami titok van itt a háttérben, hogy mindent meg fogsz tudni akkor, amikor elérkezett az ideje, de szóval erről az ölelésről van szó, hogy te megtaláltad a párodat, és hát ez az ölelésről szól ez az egész. Na most koncentráljatok, mit kell, hogy tudjatok. Na nézzünk csak bele, mit kell, hogy tudjatok. Most mit üzennek nektek az őseitek? Hát valami elvárásod van, hogy neked van egy rózsaszín szemüveged, vesd le a szemüveget, és nézd bele a világba, amilyen olyan. És ismerd fel a problémákat, ami benned van, és ami téged visszafog, és akkor hát töröld ki azokat az elvárásokat, és